Üdvözlöm, kedves nézőinket! A pokolfajzat története ismét új fordulatot vett, ugyanis a nyomozás nem várt eredményeket hozott. A nyomozók kiderítették, hogy a korábbi halálesetekért nem Luciano Alvarado a felelős, hanem Valeria Samaniego. Ebben a pillanatban Valeria Samaniego az egyik városi kórházban fekszik. Forrásaink szerint Ezequiel Alvarado szándékosan meglőtte, de ennek körülményeit még nem sikerült tisztázni. A rendőrség szerint számos gyilkosság fűződik a feltételezett gyilkoshoz. Beleértve Antonia Villarroel halálát is. Antonia Villarroel doktornő a Miami kórházban halt meg, miután több lövést kapott az Everglades mocsárnál. A nyomozás megállapította, hogy Mariana San Lucas halálát ugyancsak Valeria Samaniego okozta. Emlékezzünk, hogy a híres modellt néhány hónapja brutális módszerekkel gyilkolták meg. De végül kiderült, hogy a gyilkosságokért Valeria Samaniego a felelős. A nyomozás folyt